Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és úgy érkezett egy horror játék, ami igazából halványlag gőzöm sincs, hogy milyen. Nem próbáltam ki, csak elindítottam, hogy minden tökéletesen megye, stb. Nem kukkantottam bele, nem olvastam erről semmit. Úgyhogy így teljesen mentem, hogy a vakvágányon vagyok ezzel a játékkal, úgyhogy úgy gondoltam, hogy miért is ne próbáljuk ki. Ajánlásokat sem néztem, csak rákerestem, hogy horrorjáték. Enter. És. De azon kívül semmi. És körül, jó, lessük meg. Elméletben és gyakorlatban ez a játék magyar. Igen. Play it cool. És amit még persze elfedettem beállítani, mert miért is nem, mert úgy gondoltam, hogy ó, hát én ezt megcsináltam, de nem. Az pedig a játéknak egy a hang. Olyan hangos, hogy füles nélkül is hallom. Jesus! Ah! Oké, mert ez még így is hangos lesz, de üsse kavics. Másrészt meg ugye, amit akartam, hogy beállítom, hogy éppen lássátok, hogy mi van. De persze nem állítottam be, mert minek. Mert én olyan okos gyerek vagyok, hogy... igen. De most már látszik, igen, és magyar, természetesen. Úgyhogy kíváncsi vagyok tényleg, hogy milyen a játék. Valami vizes, hát ez nagyon jó. A játékkal úgy fogok játszani, hogy kipróbálom. Tehát azt kell tudni róla, hogy nem biztos. Nem biztos, hogy lesz végigjátszás a játékból. Tehát az a lényeg ennek a mini kis... próbált ki a játék sorozatnak, ilyen parajátékok lesznek, hogy kipróbálok egy pár játékot. Nyilván, ha nektek tetszik, akkor az jó, az pozitív, azt is számba fogom venni. És most rosszra gondoltam. Menjünk tovább. Chapter! És... nem tudok tovább menni ezzel a szón, várjál. Ha nektek tetszik, akkor ezt értéken is fogom. És átgondolom. De jó lett, hogy ezt mondtam, most már mindegy. Oké. Tehát. Na már most. Ha azután az megvan, akkor, és ha nekem is benne a játék, persze nekem nagyon fontos lesz, persze, hogy nekem is jöjjön be a játék. Mert az oké, hogy nektek kb. Majdnem, hogy minden tetszik, amitől telefosom a gatyát. Na már most az oké, viszont ugye nem biztos, hogy nekem ez a játék mondjuk megadja azt a megfelelő, nem tudom, élményt, kedvet, inkább a kedv az, ami miatt nekem igazából fontos, hogy egy játék bejöjjön, mert nem. Jó, új játék. Nem tudjuk, mi történt, de azt biztos, hogy történt. All life is only a set of pictures in the brain, among which there is no difference betwixt those born of real things and those born of inward dreamings. Az az betű, az lemaradt, mert nagy az a kör, ami sem látjátok. De remélem, hogy nem így lesz, hanem lent lesz a felirat, nem pedig középen. Mindegy. Így egyből? Dir, menjél? Oké, Hű, ha? És direkt ilyen csíkos a kép, jó, be vagyok zavarod. Úristen, mit szívtam. Belefejeltem az akváriumba, oké. Okay. Biztos az érjen. Úristen, de megijedtem.
Oké. Okay. Ó, már kezdődik. Okay. Hello! Dr. Faust, is that you? Ne fordulj meg, tudtam. Ne fordulj meg, tudtam. Oh, mamma mia. Oh! Álmodtunk, hála jó Istennek! Azt, amilyen óránk van. Okay. Egész jól néz ki! Oh, my head. The pain. It is unbearable. At last. The pain is subsiding. I thought my head was about to explode. Okay, azt mondja, nyomj egy eszket az egyes megtekintéséhez. Eszket? Aha! F gyors mentés, gyors betöltés, oké. Okay. Előző nyílás. Ez nyílá. Mi? Mi? Mire? Mi történik? W ASD nyilván, oké. Okay. Szünet menü, ESC, oké. Okay. Googleás, kontroll, oké. Okay. Ez menni fog. Bár C is lehetne a googleás, de jó legyen a kontroll. Futás, egyértelmű. Space letár. Nem lehet ugrani? Mi lesz? Mi nem lehet ugrani? Nem lámpa, jó, az F, a flash. Oké, oké. Napló, ugye, oké, jé, oké. C, C felszerelés, kibe. C a felszerelés. Oké. Na. C, akkor... Úristen. Nincs lámpám. Ja, várjál már, hát itt ilyen parti lehetett, mert hogy... This device... Its noises are resonating in my mind. Be vagy szívva azért. Azért milyen már, hogy itt minden virágos, meg... Mi volt az hang? Ó, mam... It's too dark. To be safe, I better find a light source. Hát szerintem is. Várja. Azt a... Hú! Jaj, de jó, meg ez is magyar! Gyerekek, hát milyen játékot találtam? Nem ez az ilyesben. Valakit mögöttem bizuzgálja az ajtót. Oké. Okay. Nem vagyunk idegesek. It's too dark. To be safe, I better find a light source. Hát jó van, de nem találok... Ez lesz a fényforrásom. Hát... Hú! Csuk vissza, de gyorsan. És ez nem merül le? Hála Istennek. Mi az előtti sámánizmus? Iii! Expedíciós kézikönyv. Nézi! Itt valami relax szoba volt. Hát ez a kriszkrakszokat nem tudjuk elolvasni, hát nem is csodálom.
Jó, hát már megint, ami hajón vagyok, hát ez ami tökéletes lesz számomra, hogy agyinfarktusban halljak meg. Tehát ez teljesen. Hát aludna így a halál. Tehát, hogy így... Oho! Ohoho! Oké. Nem tudom, mi értelme volt ennek, de biztos. Oké. Mindent fel kell vizsgálni. Alul, fölül, jobbra, balra. Na, jó van. Na. Csokkola! Kezdődik. Hello? Anybody here? Menjél már vissza! Where is everybody? Hova tűnt mindenki? Looks like we're having a power problem right now. A napló frissült, hát csodálatos. Nincs elemellátás, megállítottam, hogy az micsoda? Opu out, Antarktiszi Expedi, Antarktisz, már nekünk oda kell menni, a hideg van, természetesen. Nem mennék oda soha. Expedíciós bázis elsötétült. Oké, és néhány készülék nem működik az áramkirondás miatt, de miért nem adotta meg még eddig senki ezt a problémát, hova tűnt mindenki? Hát! Kezdődik! Mert csak... Aha... azt mondja, felettes, határidőben a hóvihar várható, hogy hóvihar várható a következő két hétben. Már az van. A legfontosabb feladat, hogy minden biztonsági intézkedés megvégezzen a leghozatai felelősségre teszik kinti helyzetről. Ajánlott figyelmi venni, hogy a bázis és a hajó közötti rádiókapcsolat nem lesz fontos érthető. Elérhető. A hátulján, mi? Ja. Oké. Okay. Tuti valami izé, valami... Ó, gyerek. Most nézd meg! Most nézd meg, úgy néz ki, mint hogyha kutyulú lenne. Amúgy kutyulú, de... Kutyulú. Olyan, hogy ismét fekete macska képében látogatja meg az olsó helyiséget. Viszonylag két szobában, miféle bűn hívta őt? Erőbörékes, derengő. És szemszerű fészkéből. Na, kezdődik. Most akkor menjünk jobbra vagy balra? Kezdődik. Állj! Nyisd már vissza! A tartalék áramot kívülről manuálisan kell engedélyezni. Kívülről! Azt valaki ide baszta ezt a papírt, érted? Hogy amúgy... Minden megvan, minden fasszal, csak amúgy kívülről kéne bekapcsolni. Menjél ki! Azt kívülről próbáljad meg. Én magamra csukom az ajtót, azt itt elkezdek sírni ebben a kis áramforrásban, mit szól. Tuk. Na! Egészségügyi figyelme, a legénység azon tagjának, akik nehezen alsznak el, a növekedett számú balesetek miatt elvégzett vizsgálatok alapján arra következő jutottam, hogy a mögöttünk álló ok valamilyen intenzív kabinláz. Én meg kanibálta ír olvastam először. Mi? Álmatlanság, erős fejfejesség, látomások vagy képzelt hangok. Jaj, kezdődik már a látomás! Jó. A legénység fetemelített tületekből szenvedő tagjai jelentkezzenek nálam egy alapos vizsgálat céljában, emellett az általános gyűlés főtéme, amely holnap ebéd után tartunk. Ez a probléma komoly veszélyt jelent a munkai biztonság, és így higgadt fejek el... Egy holvi, ha vállalt a következő két hétben, fontos, eltük. Eddig ezekből a látkozott gyűlésekből. Halló?
Hol megy? Ó, nem mentem még át a másik oldalra! Nézzük! Anyát takaró, hogy hóviharban vagyok! Mi ez a játék, úristen? Ó, az nagyon jó! Ja, itt kezd meg ezt majd ugye, ami hó, üzé! Á, itt is semmi. Lehet futni. Ó, látszik a hóban! Ó, de már nő, hallott, halljak bele. Hass! Hass! Hass, hóvihar, hass! Hú! Hóvihar! Hóvihar! Nagyon menő! De ez most miért világít? Még ezek a hesselések! Oké! Okay. Baszke... A jó van, az most hova, hol kint? Oda át kéne menni. Hallj meg ezt a hóba! Félek, tesó. Minden hóra... Mi volt ez? Ha nem is tudom, hogy hol érzem magamat biztonságosabban. Itt kint a hóviharba? Vagy bent, ahol meg ez egy szörny? Vagy kint, ahol meg ez a szörny, és nem látom. Ezek a hangok nekem nem tetszik. Nem tetszenek a hangok! Ahol csak menni kéne, nem? Szarra, vagy mi? Visszamegy, mert a másik irányba mi nem néztünk széjjel. Jaj, de szép a homajnaid, a hőlő, hogy legyen diszített szaporok szemes, más pedig tőle sírődött. Jó van. Ezek szerint ez az olyan játék lesz, ahol kint a jeges lófaszba is kell csinálni dolgokat. Hát ez nagyon csodálatos. Jó. Szeretem a jeges lófaszokat, hát szóval természetesen be van zárva. Jeges lófaszok! Oké. Okay. Víz van? Vagy csak... Jó van. Beragadt, ott anyádat bele kell rugni, vagy kettőt. Lift, gyengélkedő, raktárszobák, hát ez csodálatos. Jó, hát akkor ki kell menni mindenféleképpen, hát ez csodálatos. Nyaljam meg. Jó, hát akkor nincs más, ki kell menni ebbe a... Baszki! Még egyszer, ha megrezdül ez a szar. Picsába, úgy meg, bocsánat, de úgy megijedtem, így irkálnak nekem, meg jönnek azok a, izé, a cuccok, meg mit tudom én. És majdnem szívinfarktus jött rám. Jól van, akkor ki kell menni a havba. Na, akkor építünk egy hóangyalt. Na! Kijöttem ide. Jaj, de jók ezek a hangok. Már hiányzott. Te meglátok egy yetit? Hát engem mit kap el a szívim görcs? Na most akkor a zászlók azok azért vannak, hogy ne tévedjünk el a sötétbe. A hóba. De... Oda kéne lemenni. Vagy mi van? Az a logikus, itt lenne a generátor. Generátor! Hol vagy, generátor? It's easy to get lost in this weather. I'd better stay close to the expedition base. Ó, még beleszól, hogy hova megyek, érted? Mit lenne könnyű eltévedni? Hagyjál már, mi horú vagyok. Iiii.
Ugye jönnek majd a halucinogénok. My mind is cloudy. All I can remember is the successful establishment of the Upper Watt Antarctic base. And after that, nothing is clear in my mind. Kezdődik. Hű. Fázik a karakter, azt hiszem. Hú. Oho. Mi volt szem? Mit kell csinálni? His hose was tampered with. His hose was tampered with. És akkor mit csináljak, hogy hozzányúltak? Mi vagyok én? Ó, még hogy még én hozzak ilyen cuccokat, persze! Mi vagyok én? Szakember! Ott látszik. Hogy itt minden zárva van? Jó lesz ez. Elvesszük a duct tape-et. Hát ez szumi. Be kell duct tape-elni. Hallod be, oly, olyan duct tape-es izét csináltam. Tank is empty. Oké, már csak, oké, az kell. Hát nem mondom, mire hasonlított. Így, e? Na és itt lesz ami fosatás. Tiszta jég itt minden. It's locked. Kimegyek a hóba, tuti utánam repül valami genyó. Rám fog támadni. Akkor itt kapok szíving görcsöt. Görcs. Ne kapjak szívén görcsöt! Léci! Léci! Éj, de ez... Oh, de miért van aki... Automatikus mentés. F5-t nem lehet menteni, hát ez csodálatos. És akkor most mi, most mi van? És akkor most minden eddig is működött? Köszönjük, vagy... Most van fény, vagy most... Nem fog fázni. Hát menjen oda a halál! Mely, hogy forgatunk ilyen dolgokat, hát...
elvettük egy adóvevő, hát ez nagyon jó. A morze kódtábla betűk számok, és adattuk azoknak a megfelelő morze szimbólumok. Ez nagyon jó. Ezt tudtuk valamit kezdeni, most tanuljam meg, mert mit szeretni. Ti. Ti 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 ti. Az a 6. Akkor ti 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 ti. Az a 7. Értem. Jó, akkor egy pont az E. Vagy a ti ti, az az a. Az SOS vajász humban. S, S, S. S, az 3 pont. Ti, ti, ti. Ó, hosszú. Ti, ti, ti. És akkor ti, ti, ti. Ó, milyen ütem, milyen ritmus lenne itt, hallod? ...1950, még anyám se volt meg. Igen, mert nekünk ide kell jönni. Ezt kutakodni kell, ma megint a jégbe. Ezt mehetünk volna, let it go. This is Upuwat Expedition Base. Pequod, please come in. I repeat, this is Upuwat Expedition Base. Pequod, do you hear me? There is someone who can hear me, please, come in. Some electrical condition in the disturbed air seems to prevent communication. Okay, és akkor most mi van? Jó, hát szoptuk kb. Így ez azt jelenti, ugye? Aha! Nagyon az éjszakáim során bizarr rémálmok gyötörtek, melyben az alaktalan személye beszélgettem. Egy alak, igen, egyik reggeli fényvesekről sem emlékszem az arcára, sem a párbeszéd. Tartalmán mindezt az alakja marad meg az elmémben, ha, ahogy komor hangján beszél, ezek a rémálmok ezek meg, hogy az általán állított módon végre kellemesen aludhassak. Ezt még egyelőre nem említettem senkinek, de állandó, ó, ez a vércsepp ott. Állandóan kezdést érzek rá, mintha az egészségem fogna kockám, legkomikusabb lenne doktor konzultálni. És akkor így lehet ízni, ó, de menő. És ott, ott ilyen fényesebb, ahol nézek. Hát ez mi? Ez nagyon jó. Naplóba. Mi is rémálmokkal küzdködünk. Oké. Ezt nem lehet ki. Csak ezeket lehet kinyitni, ezeket nem. Jó van akkor. Erre hívnak. Hát... Egy másodperc, éljetek egy kicsit nélkülem. Egy picit. És akkor most... Mi van? Ja, hogy innen jöttem. Oké, oké. Oké, na most... Jó, és akkor innen jöttem, arra jöttem, és akkor... És akkor csak ilyen izé van. Jó, visszacsukjuk. És akkor erre láttam azt a valamit. Természetesen, hát nincsen. Beragadt. Faszom kezdődik. Oh, te. Elfogadja az alábírat feltételeket, biztosan nem is lehetások beértve, bizony. Ezen a kérdés, ami hozzájárulok az a napi feladatom, lehető legjobban végzem, meghallgatom a... üléseken a részvétel kockázatát, érdekel a kapcsolatos minden kérdésem, de annak... Azt kaptam azáltal a beleegyező nyilatkozat, arra sem az előadás végrehajtásához. Jó.
a painkiller. Azaz, fájdalomcsillapító. Miért lehet kinyitni ezeket a... A pszichoaktív növényekről... Kesztyű! Bizarr. Az összes résztvevő gond nélkül fejbelt, leszámítva Frank Gilmant, a szív hirtelen dobogni kezdett egy perckor. Különösen hideg volt és nem érzékeltük a pulzusát. Mielőtt a manuális kompresszióra került elő, készültem elő, egy pillanatra kidott a szemét. A szívlása óta, de nem lehetett több 5 perc, ezután pedig beköszönt az esemény, ami mindannyiunkat megrázott. A kiváltó ok azok a szavak voltak, amiket Frank Dr. Faustnak mormott az ébredés után. Fogalmam sincs, mivel magyarázzam, de a hangja tompa volt, szinte már felismeretes megszületésem szerint nem Frankhez tartozott orvosként. Azt gondolom, hogy nem teljesen lehetetlen egy hozzásoló állapotban. Azokat a hangot egyetlen emberi hangszál sem képes kiadni. Ez kurva jó. Akartam is kérni, hogy... Úristen, mekkora ez a hajó? Vagy mi ez? Okay. It's locked. 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 It's locked. Ki az a szekrény? Dögölne meg, Hansen! Nyalt ki a seggem, Hansen. If his coat is just right here, where is he now? If his coat is just right here, where is he now? Hansen, hogy rohadnál le. Van onnan lehetetlen idáig elesett az a szar. Hello? Francba? Hello? Hát... It's stuck. Akarom én ezt.
De nem le akar... Nem akarok lemenni! De miért vannak ilyen képek? Hát ez a hely jobb. Itt vannak fák. Fák. Van itt egy fá. Egy fá. Egy fa. Hát jó. Ez itt egy fa. Ez itt egy... Fa? Mi történt? Something to get it open. Az itt egy fa. A negyedik nyílásba. It's locked. It's stuck. It won't open. It's stuck. Miért kell engem itt tizélgetnie? Most mondja meg! Looks like I need something to get this elevator to work. Okay. Felső szinten lesz valami. Valami. De szép, Istenem. Locked. Ki hinné? It's stuck. Jaj, kaptam szívinfarktust. Oh, hello.
Oké. Rábukkant egy titokra. Hát egy ilyen titkos ember. Titkos ember vagyok. Az egyik összetett szobor, amely... Úristen! Amely a kezdeti túrák során találkoztunk, nyilvánvalóan a homlokán és a kezében nyitott harmadik szem látható, vagy található, ami a vényem szerint valamiféle tudatállapotot jelez, amivel a tudáshoz és az öregekhez kapcsolódó tudatások szinte mindig ismétlődnek az eddig felfedezett domborműveken. Mindez arra enged következtetni, hogy ezekben a csarnokokban élő lények valamiféle tudást halmoztak fel az öregektől, a legendás mitoszok mesés lényeitől. Hát ez kurva jó. Egy trófea tárgya, tehát ez Isten császár vagyok. That's okay, Bobby. Hello. De jó. Tök jó. Tamutáca. Kulcs. Hoppá, kis cipő! Találtam egy kulcsot. Hatalmas vagyok azt hinni, hogy az éjszakai látomásaink nem csupán az ébenléti tapasztalataink gyenge, fantasztikus tükörképe. Minden alakulom, amikor nyugalmi állapotba kerülök, valahogy fel tudom fedezni az álmod megadatásokat. Idegen látvány természetes ellenhelyezkedéssel, melyek ennek általam felfedezetlen világnak a külső kiterjedését kifejezik híneken. Bárcsak rendelkezni művészi képesek, lejegyezhessem a látomásaimat. Mindent össze, annyit tudok, hogy mindez a konárium. Kimondták a játék nevét! Folyamatok megkezdése után vált világossá. Ha nem tartozok a részvevők közé, valahogy mégis hatott rám. Úgy érzem, hogy tudattalan állapotban felszívódok. Fedésbe merülök, átlépve a vonalat az alvás peremén túl. Értem. Hát ez csodálatos. Hogy... Megy a szoba. It's stuck. Itt minden beragadt, itt minden be van zárva.
Itt nem tudom, mit kell itt csinálni, de... Ritka és rejtett növények. Csak rá kéne jönni. Nézzük. Who are you? Én? Ezt akartam tőled is kérdezni. I'm Frank. Frank Gilman. Is that so? Is there a problem with that? My name is Frank Gilman, an anthropologist joining this expedition upon the invitation by venerable Dr. Faust himself. This thing is claiming that it's me. That's absurd. Why? Aha! Azt mondja, azt látod, hogy te vagy én, Frank Gilman pedig csak egy gép vagy. Hol van mindenki? Mit tudsz? Rendben, akkor előd el pontosan, mit keresel itt? Okay, Frank. Okay, Frank. Tell me, why are you here exactly? I am here because of my extensive knowledge on the human pineal gland. I am one of the Canarinauts. Canarinaut? Voyagers beyond. Beyond? What beyond? No answer. You're claiming that you are me, Frank Gilman, but you are just a machine. And you are just air. But it's... Air? What do you mean by that? It doesn't answer me. Where is everybody? They are here. I don't see anybody around. Are you sure? Yes. Ez nagyon jó. What do you know about Dr. Faust? He is the grand mastermind and the pioneer of this expedition. Köszi, tök jót beszélgettünk. Ez kinek a szabálya? Nem szí, Blake. Blake, hát bekapottad a kis balpukámat. Te ezzel beszélgél, jó van? Én is akarom tudni, mit csinál. Locked.
Did I lock my door? I don't remember where my keys are. De felvettünk egy kulcsot. Did I lock my door? I don't remember where my keys are. Másról nem lehet vele beszélgetni? Jó, nem ugyanazt. Na, viszlát. Ez nagyon creepy, hallja meg. Lesznek itt valami kutyulú bigyók. Nagyon kemény lesz ez. Jó van. Oh, alien! Megzabálja a macskát. Kezdődik. Hát elolvassuk. Ezt nem bírom. Nem tudok már, nem tudok sétálni. Ki akarok menni? Még felfal ezeket! Miért pont erre? Ja Istenem!
Who is this? It's impossible to determine with so much decomposition. Oké. Valakit megpusztult. Oh, yes. These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. De hát úgy néznek ki, mint az alienek. Oh, yes. These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Who is this? Jó, van mindegy. It's impossible to determine with so much decomposition. Kaptunk egy kulcsot. Na most ez a kulcs, az valószínűleg tartom, hogy nem ide, legalább nem a saját szobámhoz való. Csuk be. A szívem! Jaj! Nem nyúltok addig semmihez. Csak ehhez nyúlok. What? I believe no more can we harbor ourselves on the safest shores, for there are things that cannot be undone. I think you should retire to your room. I am going to think a bit more. Jó. Hát akkor... Viszlát. Úristen! Ez a kép! Gyerekek, hány horror csinál... Hány horror játékot csináltam, vittem végig. Ez a kép, baszki. Mindig mindenbe belerakták. Komolyan mondom. Belerakták a Layers of Fear-be, azt jól emlékszem. Mind a kettő részébe. Akkor jól emlékszem, akkor volt a... Nem biztos, de a Palm New Drive, ami amiről hasonlókat raktak bele. Hát ki vagyok az élettől? De most komolyan? It's locked. Tényleg? Zárva van? Nem mondod. Locked. Tudom, hogy boszorkány házba kell menni. Locked. Meggondoltam magam! De rendben van. Mi van? Napló frissült, az vagy valami idegbajom van. Na most ez egy olyan esküszöm hasonlít egy alien tojásra. Nem már. Ezért, hogy amikor a Szamina, vagyis a látnokzsája néven ismert növényről írtam, a keverék egy enteogén.
A legtöbb tudós még ölni is képes lenne az egyik eltűnt összetevőjéért. Az egész karrier során hasonlót kerestem én is, egy új képlet ölt alakot az elmémben. Úgy érzem, hogy némi esélye megalkothatom, ha nem is az eredetit, akkor a legendás keveri. Tudom, egy igazat az itteni munkásnál. Oké. Azok a szobrok közöttben a terrakotta csak tagjére emlékezett. Ez izire! Na már Egyiptom, itt van! Oho. Ez kemény. Egy trófeát. Hát én Isten császár vagyok itt a trófea gyűjtésbe. Itt el lehet menteni a játékot? Emetleg igen. Na nézzük. Csak kíváncsi, hogy hova tölti be az utolsó mentést, mert itt szerintem itt be fogom fejezni a játékot, mert szerintem ennyi ízelítő talán elég volt szerintem mindenkinek. Mi? Ja. A legalsót kezd nézni. Bocsesz. Oké. Okay. Egyébként is már hívtak 50 milliárdnyian, úgyhogy nem... Itt nincs mese. Nagyon jó. Engem itt elmentett. Ez nagyon jó. De meg is van minden. Ó, csodálatos. Ennél jobb nem is volt. Oké. Okay. Na. Akkor szerintem innen fogom folytatni a következő részt. Úgyhogy... ha persze egyelőre tetszik egyébként a játék, tehát nincsen vele semmi probléma, szerintem. Úgyhogy igen, innen fogom folytatni, és ha tetszett, vagy bármi hasonló, akkor mindenképpen egy kommentbe írjátok le nekem. Továbbá, ha mondjuk új vagy a csatornán, vagy nem új, de már ugye már voltál itt, vagy még nem vagy esetleg feliratkozva, vagy új vagy, és még nem vagy feliratkozva, és úgy gondolod, hogy esetleg izgalmas ez a játék, és szeretnéd, hogy tovább is ugye vigyem esetlegesen, illetve gyereknek részek, vagy bármi más hasonló játékot néznél, akkor szintén kommentbe jelezd, illetve a feliratkozás gombot azt ne felejtsd el megnyomni, hiszen akkor ugye, illetve a csengővel kapsz értesítést róla, ha bármi videót, vagy bármilyen másfajta kontentet feltartok a csatornára. Úgyhogy szerintem így elsőnek azt kell mondanom, hogy igen, izgalmas, nem tudom miről van szó, de igen, sejtem miről van szó. Elmentünk Antarktiszra, mert nekünk oda menni kell, és nyilván leástunk valahova, ahol nem kellett volna. Szereztünk valahogy, találtunk valami lófittyet. Na az a lófitty mindenkit megcseszett. Miket is, agyunkban van a gebasz. És lehet, hogy a félig halucináljuk, meg félig nem ezeket a cuccokat. A többi ember meg beleőrült, azt pak kinyírták egymást, vagy kiventek a hóviharba az Antarktiszra egy zázokni, vagy hógolyózni, vagy bármi biztos csináltok egy valamit. Hóangyalkát. És meghaltak. És most akkor kikérdezni, hogy mi az Isten történt. Ja, és egy elveszett civilizációnak a lófittyét találtuk meg. Hát persze. Ebből sose lehet semmi baj. Megtanultuk a filmekből is. Meg a játékokból. Persze, nyilván. Na, itt is ez lesz. Úgyhogy. Igazából ennyi a végszó. Találkozunk legközelebb is. Remélem majd hasonló finomságokkal fog nektek érkezni. Addig is jók legyetek. Sziasztok.